Ha van mese, van zene, na meg egy kis játék és tánc is, akkor azért a gyerekeknek minden csuda jó. Előgyereknapi zsibongás az ifjúsági házban. Még ugyancsak közeleg a gyereknap, de az Újpesti Kulturális Központ már egy igazi, gyereknaphoz méltó programokkal teletűzdelt eseményt rendezett az ifjúsági házban. Ez volt a Mese, Zene, Csuda jó, mert ha van mese, van zene, na meg egy kis játék is, akkor minden csuda jó. Ráadásul nem csak a nézők, hanem a fellépők is leginkább gyerekek voltak, csak hogy teljes legyen a gyereknapi kavalkád. Öt helyszínen zajlottak az események az ifjúsági házban, a színháztermet, az aulát és még három termet töltött be a gyerekzsivaj. Volt itt minden, ami gyerekszemnek ingere, színi előadások, néptánc, mesejáték és mesemondás, sok-sok zene, sőt, még hangszerbemutató is. Csak szemezgetve a programokból, Bukovinai Szösszenetet adott elő a Kisvadvirág néptánccsoport, Vuk történetét játszották el a Karinti Frigyes, magyar-angol, két tanítási nyelvű általános iskola negyedikesei, felléptek az újpesti Erkel Gyula zeneiskola növendékei, és az újpesti Károly István általános iskola és gimnázium alsós fiú énekegyüttese és színtársulata is, valamint több énekes és hangszeres szólista is. De a gyerekek mehettek a mesekuckóba, barangolhattak Hangszerországban Szűcs István zeneszerző vezetésével, és megismerkedhettek a vonós és fafúvós hangszercsaláddal is a MÁV szimfonikusok muzsikusainak segítségével. Vagyis tényleg volt itt minden, ami mese, ami zene, ami csuda jó.